A dűri lecsó alapja a szalonna. Ennek zsírján pirítják meg a hagymát és a paprikát, majd adják hozzá az elengedhetetlen paradicsomot, a végén pedig a felvert tojást. Tolna megyét 4 versenyző képviseli, a Magyarország kicsi nagykövete elnevezésű főzőverseny alkalmával. Most itt vagyunk Szekszárd egyik híres borászatában, és ámulattal nézzük, hogy mennyit fejlődik itt a környéken a borkultúra és az ahhoz csatlakozó vendéglátóipari tevékenység is. Hát mi is azért vagyunk itt, mert szeretnénk, hogyha Tolna megyében a gasztroértékeket tudnánk hangoztatni, hangsúlyozni, és emellett ugye a fiatalokat is tudjuk ebbe az irányba terelni és támogatni őket. Most itt éppen erről van szó, szeretnénk készíteni egy lecsót, amely étel ugye mindenki számára nagyon egyszerűnek tűnik, és mindenki számára fogyasztható. Reméljük, hogy ez a tevékenységünk sikeres lesz. Ehhez segítenek majd nekünk itt a mögöttem lévő fiatalok, akik valószínűleg egyelőre nem a szakértelmükkel, lelkesedésükkel fogják segíteni ezt a folyamatot, a szakértelmet majd az idősebbek fogják ehhez adni. Mi is bele fogunk majd kotyogni abba, hogy mit, hogyan csináljanak. Azt gondolom, hogy ez egy jó program lesz, reméljük az eső, ha bár esett nyugodtan, mert féltető itt van a fejünk fölött, úgyhogy meglátjuk, mi lesz ebből. A főzés során nagy segítséget nyújtott, ha valaki már korábban is elkészítette ezt az ételt. Egy lecsót készül, pont most főztem nemrég egy lecsót, és az finom lett. Tolna megyében több jellegzetes étel is létezik, ám ezúttal mégis a lecsóra esett a csapat választása. Elkezdtünk egy folyamatot, amiben az értékeinket próbáljuk megőrizni, meg szeretnénk hangsúlyozni, hogy mi szívvel, lélekkel Tolna megyeiek vagyunk, meg szeretnénk azt látni, hogy az emberek jól érezzék magukat ezen a területen, és maradjanak itt neveljék fel a gyerekeiket, és ebbe képbe illeszkedik az a tevékenység, amit mi szeretnénk folytatni, hogy olyan milliót teremteni az itt élő embereknek, elsősorban a fiataloknak, hiszen róluk szól a jövő, ami miatt ők itt maradnak, itt ragadnak, és szeretnek itt lenni, és itt fejtik ki azokat a jó ötleteiket, javaslataikat, elképzeléseiket, amelyeket már a megcsontosodott idősebbek már nem igazán tudnak élettel megtölteni. Bonyolultnak hangzik, de ez egy nagyon egyszerű dolog. Szeretnénk jól érezni magunkat itt a megyében, és szeretnénk olyan értékeket teremteni, amik a következő időszak felnövekvő nemzedékeinek sorsát befolyásolja pozitív értelemben. Az sem hátrány, ha valaki már otthonosan mozog a konyhában. Emellett persze lelkes segítők is érkeztek a gyermekek mellé. Anyukámnak segítek olyan 6 éves korom óta. Közösen csinálunk mindent. Segítünk egymásnak. Az alapján hívtuk a vendégeinket, hogy olyan emberek kellettek, akikre felnézünk. A lecsó egyik legfontosabb értéke a paprika, amit kellő gondoskodással ugyanakkor a szeretekre kell felvágni. Kettvágunk éppen is jól halad. Nem olyan szoktam otthon főzni, de néha segítek anyának. Remélem, hogy jó lesz. Segítség természetesen minden vendégtől érkezik, hogyha elakadna a munka folyamat bármely fázisban. Nagyon érdekes lesz, hogy fogják csinálni a lecsót. Nyilván bele fogunk kotyogni, mert lecsót mindenki nagyon jól tud készíteni. Nyilván nagyon finom lesz, és nagyon jó lesz, meglátjuk. Itt lesz, már láttam, itt kulturális része is a dolognak. Azt gondolom, hogy ez megint egy tartalmas, értékes program lesz. És ennek ugye ez egy lépcsőfok, ennek lesz még országos szintű folytatása, reméljük, hogy a Tolna megyeiek meg tudják mutatni az országba is, hogy milyen ügyesek, milyen otthon szeretők és milyen közösségteremtő erővel rendelkeznek. Attól függetlenül, hogy nem mindenkinek a kedvence a lecsó, a munkához mindenki tesz hozzá valamit. Nekem a rakott krumpli a kedvenc ételem, és eddig hagymát pucoltam, meg most a paprikának szedem ki a tetejét. Jól tudunk együttműködni, és el tudjuk készíteni az ételt. Mint minden bográcsozásnál, itt is elkél a férfi szakértelem és erő. Hát ugye már az egész felkészülés folyamata elég embert kívánó feladat, ennyi támogatót, ennyi vendéget
megkeresni, hogy a sajtónak is tudjunk szólni, vagy értesüljenek az eseményről. Tehát elég nagy feladat volt, és akkor hát az, hogy négy különböző helyen van a háromatasé meg a kisnagykövet, mégis együtt kell dolgozni úgy, hogy ők tulajdonképpen nem is ismerik egymást, meg hát a szülők mi se ismertük egymást, és mégis így dolgozunk együtt, ki mit szervez le, mit hogy rakunk össze. Tehát ez így egy jó nagy feladat volt. Hát az én feladatom többnyire ez a műszaki rész, a tűz, meg a bogrács, meg az egyéb, az asszonyok része meg, hát, hogy akkor mit teszünk a bográcsba. Ott is voltak válogatások, hogy mi legyen az a jellegzetes étel. Azt mondták, hogy a lecsó a legegyszerűbben legyen az, hát meglátjuk, mi lesz belőle. A végső országos megmérettetésre szeptember 30-án kerül sor Budapesten.